8 hónap kimaradás után ismét láthatjuk a Bad Time zenekart a színpadon, Baján és környékén, illetve az ország több pontján is, valamint országhatáron túl. A vonal túlsó felén a Bad Times zenekar feje, Gyurasovics Attila, azaz Gyuka várakozik, akivel az elkövetkezendő percekben magáról a zenekarról, a tervben lévő a nyári koncertekről, illetve az akusztikus vonalat képviselve a Longstep felállásról is beszélgettünk egy kicsit. Szia, üdvít a műsorban! 8 hónap maradt ki a zenélésből, júniusban pedig ismét színpadra állhattatok. Milyen érzés volt újra ott lenni a közönség előtt és zenélni? Köszönöm szépen a megkeresésedet, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát nagyon furcsa volt, 8 hónap telt el, mert tavaly október 22-én, emlékszem pontosan az időpontra, játszottunk utoljára Paks városában, és idén június elején, június 12-én tudtunk újra a zenekarra zenélni. Hát nagyon hosszú időszak volt az így zene nélkül, nagyon nehéz volt, hát mindenkit korábban egyszer már beszélgettünk erről veled itt a rádióban, hogy mindenki átesett a betegségen, mindenki hál' Isten jól kijött belőle, de hát különösen zene nélkül az egy olyan zenekarnak, mint mi, akik itt gyakorlatilag 27 éve a páston vagy minden hétvégén 1-2-3 koncertet játszottunk. Nagyon nehéz volt ez a 8 hónap szünet, de szerencsére június elején elindultunk, és úgy néz ki, hogy ha minden jól megy, akkor az egész nyár végéig, már szeptember elejéig vannak koncertek, majdnem minden hétvégére. Mennyire tett jót ez a bandának, hogy egy ilyen kicsit azért sikerült pihennetek, kipihenni ezt a 27 évet? Hát gyakorlatilag így is átfordíthatjuk a dolgokat, hogy a pihenés azért természetesen jót tett, mert előtte nagyon sokat utaztam, főleg itt az utazás, főleg a pakolás. Mi a zenekar úgy áll föl, nekünk nincsenek ródjaink, akik segítenének az úgynevezett fizikai munkába felépíteni a színpadtechnikát, bepakolni a színpadtechnikát, a hangszereket, az erősítőket a buszba, ezeket összeszerelni, koncert végén szétszerelni. Nincs sofőrünk, tehát azért ez nagyon fárasztó, hosszú évek voltak ezek. Ebből a szempontból talán jó volt a pihenés, de mégis inkább azt mondanám, hogy egy zenekarnak, egy koncertező zenekarnak, akit azért keresnek, meghívnak országszerte, ez a leállás, ez túl hosszú volt. Most júniusban léptetek újra színpadra, hogyan fogadott titeket a közönség? Az első koncertünk az június 12-én volt Tolna megyében, egy kis faluban. Akkor engedték fel a sorompót, hogy lehetett jönni 500 fővel már szabadtéri rendezvényekre, és hát nem akarok dicsekedni, de 300 ember ott volt egy olyan faluban, ahol összesen talán 800-an laknak, és óriási ovációval fogadta minket. Ez mondjuk félig nekünk hazai pálya is, mert a zenészen jelentős része ebből a faluból származik, tehát az volt egy kis hátszelünk, ebben nem volt semmi gond. Tehát amikor én még arrafele tartottam egy barátommal, aki átvitt engem Medinára, mert Medináról van szó, nem titkolom, akkor már az utcán megállítottak, és hűs sörökkel váltak a hűséges rajongók. Nagyon jó érzés volt természetesen. Volt egy kis para bennem, hogy azért 8 hónapja nem zenétünk, nem próbáltunk, hogy fog menni, hogy tudunk újra színpadra állni, de hát gyakorlatilag mindenkibe ezek a dalok, amiket mi játszunk, beleírtak, úgyhogy semmi probléma nem volt. Igen, hogy már 27 éve együtt zenéltek, hát nem egy rövid időszak. Mint ahogy említetted, belétek égtek a dalok, tehát nem volt semmi gond akkor a színpadon, szinte mintha nem is telt el volna 8, tehát mintha nem is lett volna semmilyen koronavírus. Így van, örömmel töltött el minket, hogy abban a pillanatban, vagy június elején kezdődtek az enyhítések, rögtön csörgött a telefon, volt olyan nap, hogy 3 bulira is hívtak, és akkor, ha nem titok, a zenekarunk honlapján ezek a koncertek megnézhetők. Újra nyakunkba veszük az országot, és megyünk körbe-körbe kicsi ország, majd énekeljük közben a csavargó utalát, ahogy mondja a Skortól zenekarnak a szerzeménye, de még egyszer mindenkit arra biztatnék, hogy tényleg a zenekarnak az elérhetőségét az interneten nézze meg, és akinek a környékén közelében van, illetve a baiak, azok a baji koncertekre jöjjenek el. Azért ezt emeljük, hogy merre koncerteztek következőre, hol látnak titeket a rajongók július-augusztusban? A következő Fejér megyei kis faluba, vagy lehet, hogy talán még Tolna megyében van, alapnevezetű faluba fogunk elmenni egy falunapra, utána 31-én, EU nap 31-én pedig 2 koncertet is játszunk egy nap alatt, délután 6 órakor Kajdacs falujában fogunk felépni, este 22 órakor pedig Szászváron, ami szintén Bonyhád után található kis tetősen rock találkozó játszunk. És augusztusban, azt most így fejből talán nem tudnám felsorolni, de ami biztos, pont tegnap sikerült beszélnünk a Jagával, hogy visszatérnénk augusztus 20-án az Armstrongba, hogyha megengedik a körülmények, addigra nem
alakul ki esetleg újabb valami lehetetlen helyzet itt a Covid kapcsán, akkor augusztus 20-án viszont mindenkit szeretettel várunk, visszatérünk a nagyon hosszú-hosszú idő után, nem is tudom, mikor játszottunk utoljára, most már tényleg az Armstrongba, tehát augusztus 20-án fogunk az Armstrongba játszani a Bestánkkal. Ez egy fontos dátum, de még emellett említsünk azt is, hogy most ne csak a nyáról beszéljünk, van már olyan időpont, olyan koncert, amire van fixálva, be van írva a naptárba az év második felére? Az még nincsen. Voltak megkeresések egészen szeptember végéig, szeptember 20-ig egy Békéscsabai koncertet bezárólag. Ez sajnos különböző technikai okok miatt most elmarad, illetve későbbre tolták. Hogyha ez később kerül megrendezésre, akkor Békéscsabára el fogunk látogatni idén, de most úgy néz ki, hogy szeptember közepéig vagyunk betáblázva, és több olyan hétvégénk is lesz, amikor, ahogy az előbb említettem, hogy egy nap két koncertünk is lesz, ami nem baj, mert meg tudjuk csinálni, de ahogy az elején kérdezted, hogy azért ez nagyon nagy odafigyelést igényel, illetve fizikailag az embert nem csak a zenélés meríti ki, hanem az, hogy nagyon sokat kell utazni, nagyon sokat kell pakolni, de szívesen állunk elő, ameddig tudjuk, addig csináljuk. Meg hát azért persze kimaradt egy 8 hónap, kicsit kijöttetek belőle, bár a zenélésből szerencsére mindig otthon vagytok. Hát az, az igazság, hogy a zenekarnak a tagjai azok körülbelül 4-5 formációban játszanak, én is vagyok több formációban, itt Baján is tanult kollégám a Nagy Imivel csinálnak egy akusztikus formációt, illetve a zenekarom tagjai is játszanak népzenétől kezdve olyan zenéket is, amilyen világzene. Ők azért, meg én is azért mocorogtunk, azért annyira nem jöttünk ki a vérkeringésből, de ez a nagyipari rockzenei fesztiválozás, ami most a Bettán szigetében beköszöntött, hogy nyáron lehet menni, és nagy színpadokon lehet játszani, esetleg nagyobb közönség előtt, és utazni kell, ez azért most egy kicsit most még furcsa, de én ígérem, hogy bele fogunk rázódni, és ez mindenki meggyőződhet róla most csütörtök este a szigetbe Baján. Ha már megemlítetted az akusztikus vonalat, ebbe is egy kicsit belemennék azért, ugye Nagy Imivel együtt alkottok egy bandát, így veletek mi a helyzet nektek, arról a részről mi a tervetek a nyárra? Hívtak minket szerencsére ezzel az akusztikus formáció, amivel ebben csak ketten vagyunk, le tudunk ülni akár egy nagy szobának a sarkába is, és mehetünk ott zenégetni. Több, már idén több 4 vagy 5 koncertünk van, és a nyár folyamán is lesz még több olyan rendezvény. Szóval ez a formáció azért most már ez is több mint 10 éves, és az ismertek a környéken, hogyha valaki olyan bulizenét szeretne hallgatni, ahol nem csak kimondottan rockzene hangzik el, hanem olyan bulizene is elhangzik, amire esetleg sörözés, borozás mellett egy virám társaság kíváncsi, mi ezeket is el szoktuk tudni játszani, illetve minden olyan zenét eljátszunk ebben a formációban, ami nekünk tetszik. Csak ebbe lehet Creedence zene és a régi rockzene, de akár belefül egy KFT vagy egy LGT dal is. Ezt a zenekart is én szeretem, szeretek az Imrével együtt zenélni, mert jól megértjük egymást, és tényleg olyan dalokat, akár szerb zenéket is el szoktunk játszani, Bielodugmékat, ami azért nem olyan annyira ismert a országos szinten, de egy baj a környéken azért ismerik a Bielodugmének a munkásságát. Tehát ilyen zenéket is megjátszunk, és ahova hívnak minket a nyár folyamán, illetve az ősz folyamán, még egyszer hozzáteszem, ameddig tehetjük, addig szívesen elmegyünk el a Long Step formáció, ennek a Long Step hosszú lépés, ennek a csapatunknak a neve. Szívesen megyünk ebbe a formációba, hogy meghívnak minket. Szerintem azt kijelenthetjük, hogy ahová ti mentek, ott a jó hangulat az garantált. Hát hál' is neki, így volt, igen, köszönjük szépen. Én köszönöm a beszélgetést, és várunk teget újra a színpadon. Én köszönöm az érdeklődést, mindenkinek a legjobbakat, sziasztok, köszi szépen. Kedves hallgatók, Gyurasovics Gyuka Attilát, a Bad Times frontemberét hallották.